Bár ez ideig az ősz kegyes volt hozzánk, igazán hűvös időjárásban nem volt eddig részünk. Kedden még napos, ám hidegebb időre ébredhettünk, a napokban azonban már száraz, hideg levegő fogja alakítani időjárásunkat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint kedd estétől igen hideg levegő érkezik a térségbe, reggelre már fagyhat is. -2, akár -9 fok, vagy ennél hidegebb is lehet az éjszaka. A következő napokban pedig több hullámban csapadék is várható, akár már hó formájában is. A hőmérsékletben is viszonylag nagy lesz a különbség, a nyugati területeken lesz a hidegebb, hűvösebb, ott jellemzően ilyen 3-4 fok körüli maximumra készülhetünk, ezzel szemben délkeleten még 10 fok fölé melegedhet a levegő, és ez egészen kitart, ez a változékony csapadékos idő a hétvégén. Aztán hétfőn úgy tűnik, hogy tehát a 29-én már az ország más részein is visszaesik a hőmérséklet, és az eső mellett előfordulnak hózáporok, illetve havas eső. A hideg idő közeletével fontos, hogy figyeljünk embertársainkra. Számos utcán élő ember veszélyben van ilyenkor. A szakember azt kéri, hogy mindenki tartsa szem előtt, az első az emberi élet, ezért ha az utcán ellátatlan embert látunk, feltétlenül kérdezzük meg, hogy segíthetünk-e, vagy hívjuk az utcai szolgálatot. Ugyan nem vagyunk olyan gyorsak, mint a mentők, de kimegy a kolléga, ha kell, akkor behozza, segítséget nyújt, attól függ, hogy éppen a helyzet mit diktál. De az biztos, hogy a legfontosabb, hogy ne menjünk el senki mellett, amúgy nem mindig látszik, hogy hajléktalan ugye az ember, néha az ösztönös félelem az erősebb az emberben, de most lehet, hogy életet ment valaki, hogyha oda mer menni, és megkérdezi, hogy segíthet-e valamiben. Vagy ha látja, hogy zavart, akkor meg mindenképpen hívjon mentőt. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez a legfontosabb, hogy intézkedni tudjon valaki, és ne menjünk el közömbösen senki mellett. De nem csak az emberek, négylábú társaink is veszélyben vannak a hidegben. Az Aska vezetője híradónknak elmondta, a menhely felkészült a télre, ám ha valaki kóborkutyát lát az utcán, mindenképpen értesítse a gyepmesteri szolgálatot, hogy befoghassák, hiszen a rosszul táplált beteg állat akár el is pusztulhat. Felkészültünk rá, élelmezés szempontjából is nagyon odafigyelünk, megpróbálunk minél többször meleg ételt adni, zsírosabb ételeket adni, hogy hízlaljuk a kutyáinkat a télre. És hát arra is fel vagyunk készülve, hogy igen, be fognak kerülni olyan legyengült állatok, akik majd esetleg hosszabb ideig kell, hogy a kezelőbe, a meleg fűtött kezelőbe legyenek, mert annyira legyengült állapotba kerülnek. És ugyanez a tanács vonatkozik a házi kedvencekre is, fontos a megfelelő, jó minőségű táplálás és elegendő mennyiségű víz biztosítása.